az 1924-ben született M. Szabó András gyulai munkás családból származik, és jelentős szerepet töltött be az 56-os események idején városunkban. 1946-ban megválasztották a Magyar Szociáldemokrata Párt gyulai szervezeti titkárának, de az 1948-as kongresszuson kizárták, mivel ellenezte az MKP-val való egyesülést. Budapesten a Szociáldemokrata Párt központjában Kétli Anna mellett dolgozott, de Marosán Györggyel összekülönbözött, így ismét Gyulára került. 1956-ban a gyulai kertészeti vállalatnál helyezkedett el, és itt érte a forradalom. Október 23-án 33 tagú forradalmi tanács alakult, mely 7 tagú forradalmi bizottságot választott. Nátházi János elnök, M. Szabó András pedig helyettes lett, továbbá a polgármesteri teendők ellátásával bízták meg. A legfontosabb feladatának a nyugalom és a rend megőrzését tartotta. Nekünk az volt az óhajunk, hogy rendbe vezessük le ezt az egész megmozdulást, ami Gyula városában van, mint ahogy be is bizonyosodott, hogy egyetlen egy pofon nem csattant el, és hallgattak ránk az emberek. Szóval mondjuk ez egy döntő dolog volt az egészbe. Úgyhogy Nátházi tényleg megtartotta a beszédét, arra kért valamennyiünket, hogy fogjuk meg egymás kezét, és a beszéd végén, és énekeljük el a himnuszt. 1992-ben Nátházi Jánossal és a gyulai forradalmárokkal elhatározták, hogy emléket állítanak 56-nak. Ez sajnos sokáig nem sikerült. Nátházi János halála és temetése után egy alapítványt hozott létre, melynek kuratóriumával emlékművet és emléktáblát helyeztek el, és a tér neve is a forradalom emlékét őrzi. A hely kiválasztása több lehetséges terület közül esett a mostani végleges helyére, melyben szerepet játszott az aporszobor is. Én személyesen ismertem Bára Apor Vilmost. Ő egy nagyon szociális érzelmű ember volt, ugye, akit a szovjetek kivégeztek. És annak a szobra már itt, bronzszobra itt állt. És én azt mondtam, hogy ha valahova, akkor itt vele szemben, mint ahogy most bizonyíték is rá, hogy én azt mondtam, hogy bár Apor Vilmos tekintete rávetődik. Az 56-as, és valahogy ez ugye egy kicsit rokon dolog. M. Szabó András a Gyulaváros önkormányzatának és a gyulai polgárok megbecsülését is élvezve 2009-ben megkapta a kiváló polgár elismerést, melyet az 1956-os emlékmű tövében vehetett át.